Akvapark épülhet Pécsen, döntöttek a képviselők a munkák megkezdéséről. 20 plusz 2 kiállítás városszerte, jubilál a Közelítés Művészeti Egyesület. Jól menetel a PVSK, a gárda edzője és csapatkapitánya Iványi Dalma. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják február 16-án, csütörtökön. Tartsanak velünk! A pécsiek régi vágya teljesülhet, akvapark épülhet a városban. A beruházás elindításáról döntött a képviselőtestület csütörtöki ülésén. A Széchenyi 20-20 konzultáció során a pécsiek döntő többsége jelölte meg megvalósítandó feladatként a vizes intézmény létrehozását. Ezt támogatja a kormányzat, így az állam segítségével épülhet meg a komplexum a Kossár Akadémia mellett. Most oda jutottunk, hogy a kormány által átutalva a számlánkon van 500 millió forint arra a célra, hogy ennek a programnak az előkészítése, tervezési munkálatai, megalapozó tanulmányai el tudjanak készülni. Én nagyon bízom benne, hogy ez egy gyorsan elvégzett munka lesz, és ennek adatok birtokában elindult a beruházás. Ezt nem ígéretként mondom, de eltökéltek vagyunk abban, hogy ennek a programnak el kell indulni a beruházás szintjén, tehát építési szintjén, építkezésként ebben a ciklusban még, ami nem lesz könnyű, de igyekszünk, hogy ez megvalósuljon, és úgy gondolom, ez a pécsiek közös óhaja, hogy ez egy minél gyorsabban megtérül és megvalósul beruházás legyen. Új nemzeti konzultáció indul 5 témában. A rezsicsökkentés megvédéséről és a menekültek őrizetben tartásáról is kérdezhetik az embereket, tudta meg a Magyar Idők. A lap úgy értesült, az Orbán Viktor évértékelőjében mind az 5 téma terítékre kerülhet, így akár az adópolitikáról, a munkahelyteremtő támogatások nemzeti hatáskörben tartásáról és a civil szervezeteken keresztül átláthatatlan külföldi befolyásolási kísérletekről is kérdezhetik az embereket. Az újság szerint mindenről szó esik a szerdán kezdődött 3 napos zárt Fidesz-KDNP frakcióülésén is. Az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek február 27-éig kell benyújtaniuk 2016-ról szóló személyi jövedelemadó bevallásukat. Ez az evások és katások határideje is hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak elektronikusan, az ügyfélkapunk keresztül kell eljutatniuk bevallásukat az adóhatósághoz a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával. Egyes áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek papíron is beadhatják, például ha nem minősülnek munkáltatónak, kifizetőnek vagy nem kell áfa összesítő jelentést benyújtaniuk. A február 27-i bevallási és befizetési határidőig az éves elszámolást az EVA alanyoknak, a 1643-as, a kata hatája alá tartozóknak pedig a 16 kata nyomtatványon kell benyújtaniuk. Kiállításokkal ünnepel a Közelítés Művészeti Egyesület. 2015-ben tartották 20 éves jubileumukat. Ezt terjesztették ki időben és térben. Egyszerre 3 helyszínen állítanak ki, egy hetes különbségekkel. A Nádor Galériában és a Reneszánban már láthatók az Egyesület tagjainak művei. 1995-ben alakult meg az Egyesület. A rákövetkező évben megnyitottak egy kis galériát a Mátyás Király utcában. Ez volt akkor a bázishely. Felvetődött az is, hogyan lehetne a fiatal pályakezdőknek, egyetemistáknak olyan közeget kialakítani, ami az ő pályafutásukat segíti. Erre kiváló kiindulási helyszín volt a Közelítés Galéria. De segítséget jelentett az alkotótelepek, hazai és külföldi kiállítások megszervezése is, mondja Dobovicki Attila, médiakutató, a Közelítés Művészeti Egyesület volt alapító elnöke. Érdekes, hogy hát annak idején ugye elindult az Egyesület, én utána pár évre külföldre kerültem, mármint úgy pár évvel később külföldre kerültem, akkor többen vették át ezt a stafétabotot, és akkor egy olyan 4-5 évvel később keveredtem vissza így az Egyesületbe, szintén akkor engem választottak meg elnöknek, bár akkor bevezettük, vagy az én kérésem, hogy javaslatom volt, hogy legyen társelnöki rendszer, mert mégis az egy kicsit másképp mozog akkor, meg másképp oszlik meg a munka és a felelősség. És hát hosszú éveken keresztül akkor a
Ritával, Margaritával dolgoztunk együtt. Több új helyszín nyitottunk, több fesztivált bonyolítottunk le, üres ingatlanokat laktunk be. A Privát Nacionalizmus című projekt magyarországi első kiállítását 2 évvel ezelőtt rendezte meg az Egyesület. Külföldi vendégekkel, kurátorokkal, támogatókkal az Egyesület nemzetközi nagyprojektje 8 országban futott. A mostani kiállítás a Közelítés Művészeti Egyesületről szól. Az elmúlt 20 év termése, több mint 60 alkotó munkái kerülnek bemutatásra. Kiállítás ötlet már, mivel 95-ben alakult az Egyesület, ezért 2015-ben lett volna aktuális, csak hát akkor volt ugye a Privát Nacionalizmus projekt, és eléggé elfoglaltak voltunk, így minden szinten nem volt rá kapacitásunk, hogy azt a 20-at méltó módon megünnepeljük a jubileumi évünket, és ezért lett az, hogy ez a kiterjesztett 20+2, amikor jelen pillanatban 22 évesek leszünk májusban, hogy szeretnénk ezt a 20-at megünnepelni még mindig. És ezért kiterjesztett a cím, hogy a KME 202. Eddig a Nádor Galériában és a Reneszánban nyílt meg a KME 20+2 kiállítás. Legközelebb február 17-én pénteken a NIG Galériában folytatják a jubileumi tárlatok megnyitóját. Vendégünk a stúdióban P. Nagy Laura, író, meseíró. Találkozásunk apropója pedig nem más, mint az, hogy a közelmúltban mindössze 1 hete jelent meg egy online verseskötet, illetve egy antológiás kötet. Korábban pedig 9 saját mesekönyve jelent meg, és egyéb vegyes kötetekben is szerepelt. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban a Tölgyfa Maci antológia 1 hete látott napvilágot. Milyen korosztálynak szól, és milyen példát tud mutatni a gyerekeknek? Az antológia kisiskolásoknak szól, már csak azért is ezt a korosztályt célozza meg, mert a mesék, amik ebbe az antológiába benne vannak, ezek kisiskolások tollából születtek. Az online verses kötet, hogy kell ezt értelmezni, hogy született mindez, miért fontos, hogy online módon is lehessen tájékoztatni az olvasóközönséget? Ennek a verses kötetnek ő egy 2013-as évi válogatás, és körülbelül egy olyan fél év alatt íródott az egész. Az online-t azt azért választottam, egyrészt környezetbarát, másrészt a verseknek a felvevő piaca talán nem olyan széles körű, mint akár a gyerekirodalom, vagy a bármelyik másik prózáé, és hát ezért. Ha valaki el szeretné olvasni ezeket online, akkor az mit írjon be az internetbe, hogy találja ezt meg? Ennek a 3. kötetnek a címe a tollfosztás. Menjünk tovább. Több kötet is megjelent a mesekönyv és színező kategóriában. Karácsonykor a Maci karácsonya. Ez a 4. kötet. Milyenek a lényege, hogyan tudja segíteni a gyerekek szellemi kibontakozását? Ez a kötet egy 4 részes sorozatnak a befejező kötete, és elég érdekes, mert nem igazából nincs egy abszolút kimondottan gonosz karakter magában a történetben, úgyhogy a Manónak a jelen fejlődését figyelhetjük meg az első résztől fogva, illetve hát mind a 3 karakter mutat egy bizonyos jelen fejlődést, de a Manó az, aki igazán átváltozik a végére, és hogy melyik gyereknek hogyan segítheti a fejlődését. Szerintem attól függ, hogy ki mennyire találja meg magát a történetben. Az, hogy ez már 4. rész, ez mit sugall tulajdonképpen, milyen módon kapcsoltak az egyik kötelegyes kötetek a másikba? Tehát valamiféle közös gondolatiság biztos, hogy van valami folytatásos regényként kell elképzelni, vagy önálló történetek, hogy van ez? Igen, a három főszereplő köti össze a 4 könyvet, illetve van egy gondolati ív, ami mentén, tehát egyik kalandból következik a másik. Miért fogott hozzá annak idején a meseíráshoz? Jött. Hogyan tud jönni a meseírás? A kényszer gyerekkorban már kialakult? Gyerekkorban még a meseírás nem a versekkel kezdődött, aztán jöttek a kisebb novellák, a naplóregények, de írtam már daloktól kezdve a forgatókönyvön át sok mindent, és a végén jött nekem igazából a meseírás. Most vagyok ebbe a korszakomba, és egy nagyon szabad műfajnak érzem. Nagyon szép illusztrációk találhatók ezekben a könyvekben, ugye nincsenek kifestve, kiszínezve a képek, pont azért, hogy azt majd a gyerekek fogják megtenni. Mit lehet tudni a rajzolóról, a grafikusról?
a könyveknek az eredeti rajzait párom Nagy Norbert költő készítette, aki nagyon ügyesen rajzol is, de mivel ezeket első lendületből én ügyesen kiszíneztem, ezért kellett keresnünk valakit, aki ezeket a rajzokat lerajzolja újra, és bekerülhetnek a kötetekbe, és ez az illető lett Rékai Lilla, akivel időközben megismerkedtünk, és hát az ő nagyon szép rajzai díszítik a könyveket. Milyen széles körben nyertek eddig publicitást a mesekönyvek? Európa több országában is már ismerik. Hát általában magyar családok, magyar olvasók vitték ki, illetve Amerikában is, a tengeren túlról is, és hát amit még megemlítenék, az az Indiai Mesefesztivál, ami 2015-ben került megrendezésre India fővárosában, és oda 4 mesém jutott ki, nem a színező mesekönyv, hanem a rövidebb mesék, amik Daniel Hall angol nyelvű előadásában hangzottak el. Pályázni kellett, vagy hogy történt mindez a kiutás? Egy kiírás alapján történt az egész, az interneten hirdették, írtam nekik, angolul kellett jelentkezni, és akkor ők küldtek egy választ, hogy akkor lehet menni, és lehet képviselni az ország színeit. Akkor egy másik kontinens is képviselnek P. Nagy Laurának a mesekönyvei, mindehhez gratulálok, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Egy egészen új kezdeményezés, mentorprogram indult a dolgozni vágyó diákoknak az egyetemek hallgatói önkormányzataival együttműködve. A fiatalok egyedi személyre szabott kompetenciáinak fejlesztése céljából egy online játékban vehetnek részt, ráadásul elvégzett munkájukról kézzelfogható, papír alapú bizonyítékuk is lesz, írja a pecsma.hu. A mentorprogramon belül a diákok kitöltenek egy önismereti kérdőívet, ami rávilágít személyes kompetenciáikra, fejlesztendő területeikre, erősségeikre. A munka során zajló tapasztalatszerzést kézzelfoghatóvá teszi egy online felület, ahol játékossal láthatják kompetenciáik fejlődését. A szerzett tapasztalatról papíron is visszaigazolást kapnak a diákmunkások egy oklevél formájában. Ez később a munkavállaláskor nagyon jól jöhet. Az Európai Elfogató Parancs intézménye 2004. január 1-e óta működik, és akkor váltotta fel azokat a hosszadalmas kiadatási eljárásokat, amelyek korábban léteztek az uniós tagállamok között. Az egyik uniós tagállam által kibocsátott elfogató parancs az EU egész területén érvényes. A listán 44 magyar szerepel, 9 nő és 35 férfi. Jelenleg 3 pécsi ellen van kiadva nemzetközi elfogató parancs. Schmidt András István 41 éves pécsi lakos, csalás, magánokirat hamisítás. A 33 éves Kovács Angelikát kábítószerrel való visszaélés, míg az 55 éves Vándorfi István Imrét csalás, adócsalás és okirat hamisítás miatt körözik. Tovább nőttek a felsőházi esélyei az egykori PVSK-s játékosokból, edzőkből, munkatársakból alakult női kosárlabda csapatnak. A gárda a Horváth Juditról elnevezett ligában játszik. Az edző és egyben csapatkapitány Iványi Dalma, aki a legendás irányító utóda volt az NB1-ben. A Baranya megyei Kosárlabda Szövetség szervezi meg a Horváth Judit Nyugati Liga női amatőrbajnokságot. Idén 6 csapat, a PVSK, a Petőfi Ese, a Szekszárd, a Komló és 2 kaposvári gárda játszik körmérkőzéseket, majd a 3 legjobb együttes számára megrendezik a playoffot. Legutóbbi hazai meccsén a PVSK a kaposvári gyakorló DS-ével csapott össze. Nagyon pozitív helyet foglal el, én azt gondolom, az egyesület életében, hogy az öreg fiúk csapatának a mintájára hoztuk újra létre ezt a csapatot, immáron ez a második év, hogy ebben a bajnokságban versenyeznek. Ezt a csapatot 14 fő alkotja jelenleg edzőink, volt játékosaink, az Egyesület elnökségének az egyik hölgytagja is. Tehát mindenképpen 1000 szállal az Egyesülethez kötődő játékosokról beszélünk, de én azt gondolom, azon kívül, hogy a játék szeretete nagyon közönség is összejött, és élmény nézni a meccseiket is. A PVSK csapatkapitánya és egyben edzője Iványi Dalma, 134-szeres egykori magyar válogatott kosárlabdázó, a Pécs 2010, majd a Pink Pécsi 424 legendás irányítója és csapatkapitánya, jelenleg pedig a PVSK utánpótlás edzője. Az a cél itt szezon közben fogalmazódott meg, hogy úgymond a felsőházba kerüljünk, ugye itt 6 csapat versenyez a Horváth Judit Nyugat-Magyarországi Ligába, és abból az első 3-ba, ha bekerülünk, akkor úgymond egy ilyen felső
felsőházi playoffot játszunk egy torna keretében, és úgy alakultak itt az eredmények a szezon során, hogy ha hozzuk még ezt az utolsó két mérkőzésünket, akkor harmadik helyen bekerülünk oda a felsőházba, és akkor ez egy olyan jó érzés. A találkozót 71-51-re nyerte a PVSK, így tovább nőttek a felsőházba jutási esélyei a pécsi csapatnak. Iványi Dalma így értékelte a mérkőzést. Egy újabb meccset sikerült megnyernünk, ahol ismét az volt a fontos, hogy mi irányítottuk a ritmust, és támadásban jól mozogva megtaláltuk az ellenfél zóna védekezése ellen a megoldásokat. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Akvapark épülhet Pécsen, döntöttek a képviselők a munkák megkezdéséről. 20 plusz 2 kiállítás városszerte, jubilál a Közelítés Művészeti Egyesület. Jól menetel a PVSK, a gárda edzője és csapatkapitánya Iványi Dalma. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársai nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!